kapuvári Lumlice Sándor Kórház krónikus belgyógyászati osztály alapítványa az elmúlt év végén kezdte meg működését. Dr. Julonics Katalin, a kuratórium elnök elmondta, gyógyászati segédeszközök és műszerek beszerzése mellett a nővérek továbbképzésére fordítják az alapítványnak nyújtott támogatásokat. Az alapítvány célja a krónikus belgyógyászati osztályon olyan diagnosztikus berendezések, kényelmi eszközök beszerzése, amelyek a betegek jobb ellátását, jobb, könnyebb diagnózis felállítást, a kényelmének a növelését, a komfort érzetének a javítását szolgálják. Egyelőre a terveink között olyan berendezések szerepelnek, hogy 24 órás vérnyomásmérő automata beszerzése, amely már beszerzésre is került, tehát tulajdonképpen már meg is valósult, már működik is. Tehát nem arról van szó, hogy itt nincsen meg a működésünkhöz szükséges alapfelszerelés, hanem arról, hogy olyan pluszokat szeretnénk még, ami a betegek javát szolgálja, a kényelmüket, a komfortérzetüket. Szeretnénk minden szobába majd szépen lassan, természetesen nem egyszerre televíziót, amit a falra fölszerelünk, és a betegek ezt is tudják élvezni, illetve a másik cél, hogy a nővéreink továbbképzését is segítsük, finanszírozzuk, mert az is már egyre költségesebb. Tehát feladatunk, célunk van sok, reménykedünk abba, hogy sokan fognak támogatni bennünket, mert azért erre az osztályra azt gondolom, hogy elég nagy szükség van. 2007-ben itt megszűnt az aktív ellátás, és azóta alakult meg, ezt követően alakult meg a krónikus belgyógyászati osztály, de az elvárás a lakosság részéről az nem csak a krónikus ellátás, hanem napi szinten találkozunk azzal az igénnyel, hogy félig meddig aktív ellátást kell nyújtanunk, mert a betegek nem szívesen mennek el más kórházba, és amit csak lehet, azt megpróbálunk itt megoldani. Szakképzettségünk megvan hozzá, sajnos a kezünk az részben meg van kötve, tehát bármilyen ellátást nem szabad fölvállalnunk, például vért nem adhatunk, de amit meg tudunk oldani, azt mindenképpen megoldottuk, meg ezután is szeretnénk. Természetesen van egy határ, amit föl kell mérni, hogy mi az, amit már itt nem vállalhatunk be, és a beteg bármennyire ragaszkodik ahhoz, hogy ő itt szeretne maradni, akkor tovább kell küldenünk, és tovább is küldjük, mert elsősorban a szakmai szabályokat kell betartanunk ilyen esetben. Költséges az eszközbeszerzés? Hát azért ezek, amit tervezünk, ezeknek nem annyira nagy a költsége, inkább arról van szó, hogy például légtisztítóból is több darab kell. Tehát úgy gondolom, ugye van a női osztály és a férfi osztály, mind a két osztályon van egy 3-4 kórterem, ahol egy-egy légtisztítóra szükség lenne. Tehát akkor ez összesen már 8, minden szobába majd idővel szépen lassan szeretnénk egy televíziót szerelni, ami 10 kórterem esetén már azért komoly összeg. Vénaszkennerből egy darab elég, mert azért azt ugye tudjuk vinni betegtől betegig, és hát a sok kicsi sokra megy, úgyhogy lesz tervünk, vagy van tervünk, meg lesznek feladataink, amiket azt hiszem, hogy meg kell lassan oldanunk. És gondolom szükség van az eszközökre itt az osztályon. Hogyan tudják támogatni az alapítványt, akik mondjuk szeretnének hozzájárulni az eszközbeszerzésekhez? Egyelőre ugye az 1%-ot nem tudjuk fogadni, tehát pénzbeni támogatást tudunk elfogadni. Ha valakinek módjában áll, akkor szeretnénk kérni, hogy támogassa céljaink elérését. Két módon lehet.
banki átutalással a KNH banknál vezetik a folyószámlánkat, illetve készítettünk csekket is, amin már rajt is van az átutalás száma, illetve az alapítvány neve. Csekket azt a krónikus belgyógyászati osztály irodájában lehet kérni, illetve nagyobb helyekre juttatunk is ki már a plakáttal együtt csekket, amit csak az összeg és a befizető nevének a feltüntetését kérjük, és a postán föl lehet adni. Ön milyen szerepet vállalt fel az alapítványban? Hát az a megtiszteltetésért, hogy én vagyok a kuratórium elnöke, rajtam kívül még két kuratóriumi tag van, illetve az osztály főnövére a kuratórium titkára, és van egy gazdasági ügyintéző, mert azért ezeket a pénzmozgásokat ezt szakszerűen kell kezelni, igazolást küldeni a támogatónak, és hát azért ehhez gazdasági szakképzettség mindenképpen szükséges, tehát nagyon vigyázunk arra, hogy itt az adminisztráció, mind az adományok kezelése, mind a későbbiekben a vásárlások, azok nagyon precízen, pontosan történjenek. Még a gyanúját is el szeretnénk annak kerülni, hogy itt nem arra a célra fordítjuk a pénzt, amire az adományozók szánják, tehát erre nagyon nagy gondot fordítunk. Nagyon sok eszközbeszerzést támogat az OEP például. Miért van egy plusz forrásra szükség? Amit az előbb mondtam, hogy minden alapfelszerelésünk, ami az osztály működéséhez elő van írva, az megvan. De azért a komfortérzet és a kényelem javítása az mindig lehetséges még jobbá tenni, még kényelmesebbé tenni. A betegek érezzék itt jól magukat, érezzék úgy, hogy itt komolyan foglalkozunk az ő betegségükkel. Ez azért egy kisvárosnak a kórháza, ahol nagyon gyakoriak a személyes ismerettségek, kapcsolatok. Itt a betegek általában jól érzik magukat. El kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jól képzett és nagyon jó munkát végző nővér csapat van, akikkel van szerencsém együtt dolgozni, és a betegek általában a visszajelzések alapján is meg vannak elégedve az itteni ellátással, mind az orvosi részével, mind az ápolói résszel, ami feltétlenül fontos, mert azt gondolom, hogy orvosi beavatkozások, gyógykezelés csak akkor eredményes, ha emellé megfelelő ápolói hozzáállás és megfelelő ápolás is tartozik. Köszönöm.